Széles Tamás a Vosinszki iskola tanulója szaxofonjátéka jelezte, ünnepélyes keretek között is birtokba vehetik az iskola új ebédlőjét az idejáró diákok és pedagógusok. Nagyon ráfért a felújítás és az átalakítás az étkezdére és a konyhára, mert a régi változat nem felelt meg a mai kor követelményeinek. Amit a konyháról tudni kell, lényegében a konyha ettől a faltól hátrafelé volt található, tehát egy nagyon szűk és ilyen zegzugos kis dolog volt. Tehát a dolgozóknak lényegében egy öltözőjük sem volt, tehát a mai előírásoknak egyáltalán nem felelt meg sem az ételnek a beszállítása, sem a szennyezett dolgoknak a kiszállítása. Itt, ahol állunk, itt volt a konyhának, illetve az étkezőnek is a bejárata. Tehát ugyanazt a bejáratot használták a dolgozók, gyerekek, illetve az ételt is ugyanazon a bejáraton hozták, vitték. A tervezési munkák kapcsán lényegében ezt a helységrészt, ahol állunk, hozzá tudtuk igazítani a konyhához, így körülbelül duplája lett a konyha alapterülete, és az látszik, hogy magában ebben a helységben kapott helyet a melegítő konyha rész, ami korábban abban a kis alapterületen kapott helyet. Most itt a hátsó részeken kaptak helyet az egyéb kiszolgáló funkciók, amik a mostani előírásoknak megfelelően lettek kialakítva. Az ebédlő is megnőtt közel 15 négyzetméterrel, ami azt eredményezi, hogy 48 gyerek tud egyszerre leülni és kultúrált körülmények között elfogyasztani az ebédjét. Az iskolában szeptemberben még nem voltak kész a munkálatokkal, de mindenki bizakodva tekintett a jövőbe, és türelemmel viselték az építkezés okozta nehézségeket. Más a történet akkor, amikor rögtön úgy érkeznek meg szeptemberben az iskolába, hogy már minden tökéletes, de hát volt némi átmenet, amikor bizony valóban megküszködtük ezt a történetet, de a végeredmény az csodálatos lett, és azt gondolom, hogy nagyon örül neki mindenki, gyerekek, szülők, nevelők egyaránt. Tolán és Mözsön nincs már olyan iskola és óvoda, ahol ne történt volna az elmúlt időben valamiféle felújítás, korszerűsítés, mondta Appelszófer Ágnes polgármester. A Vosinszkiban nem csak az étkezde, hanem az egész épület megújulhatott. Lázárok és új hőszigetelés került a homlokzatokra. Én azt gondolom, hogy ez célszerű volt pont ebben a munkafolyamatban, vagy a munkafolyamatban beilleszteni. Tehát fontos volt az, hogy ne álljunk neki kétszer ugyanannak az épületnek, és ne szedjük utána szét azt, amit megépítettünk. Nagy-nagy szükség volt erre. Részben azért, mert kicsi volt az ebédlő és a konyha, részben pedig azért, mert finoman szólva korszerűtlen volt. Tehát gyakorlatilag sokkal kevesebb gyermek tudott egy időben ebédelni, és csak az udvarról lehetett megközelíteni a konyhát is, és az ebédlőt is. Én azt gondolom, hogy a 21. században ez már nem elfogadható, és folyamatosan kaptuk az észrevételeket, hogy gyerekektől is, szülőktől is, pedagógusoktól is, és a hatóságoktól is, hogy nem feltétlenül jó az állapot, ami van. Úgyhogy muszáj volt, de hát nagy szeretettel ad át az ember mindent, amit a gyerekeknek ad át. Én azt gondolom, hogy ugyan a közétkeztetés az maradt kötelező önkormányzati feladat, tehát ezt nem, úgymond nem szívességből tettük meg, mint az energetikai korszerűsítést, hanem ezt tényleg muszáj volt. De hát tényleg öröm az, amikor az ember a gyerekeket egy kicsit otthonosabb körülmények közé tudja hozni. A város szempontjából nem volt könnyű kigazdálkodni a fejlesztéshez szükséges pénzt, hiszen számos projekt önerejét is biztosítani kellett. A Appelszófer Ágnes azt mondta, ennek ellenére nem volt kérdés, hogy van-e még pénz a kasszában az étkezdére. A felújítás 19 millió forintot emésztett föl a város költségvetéséből.